sziasztok, üdvözöllek itt titeket a csatornámon. Ma egy jó kis tokánymaratont fogunk ismételten készíteni, majd megnézem, talán a negyedik, ötödik, de lehet, hogy már a hatodik lesz. Úgyhogy ma jó kis tavaszi tokányt fogunk készíteni ősszel. Úgyhogy ha érdekel titeket, tartsatok velem. A szalonnát pirítsuk le. Egyébként itt a tavaszi tokánynál ez a szalonna teljes mértékben elhanyagolható, én csak szeretem az ízét. Úgyhogy jöhet bele egy kisebb fejhagyma. Jöhet bele a csíkokra vágott csirkemell. Alaposan keverjük össze, illetve ha tudjuk, akkor pirítsuk is le legalább egyszer-kétszer zsírjára. Nos, ha már így kifehéredett a hús, akkor jöhetnek bele a kockára vágott répa, illetve a kis zöld borsó. Ezt is szépen pirítgassuk zsírjára. Nálam a fokhagyma az elengedhetetlen. Só, bors. Közben elkészítjük a kis tejfölös habarásunkat. Én egy nagyon picike keményítőt fogok használni. Egyébként tényleg nem kell sok. Mondjuk egy ilyen, körülbelül egy ilyen kávéskanálnyi, kúpos kávéskanálnyi bőven elég lesz neki inni. És akkor szépen kikeverjük. Felengedjük éppen csak annyi vízzel, hogy ellepje, mert ugye hát csirkéről, csirkehúsról beszélünk, ez nagyon hamar megfő. Szépen lefedjük, alacsony takarék lángon szépen főzzük. És miután megfőtt, mehet bele a kis tejfölös habarásunk is. Tulajdonképpen el is készült tésztával, párolt rizssel, bulgurral, amivel csak szeretitek, ehetitek vele. Nos, megfőttek a zöldségek, a kis husika is, jöhet bele a kis tejfölös habarásunk, vagy hát keményítős habarásunk, keményítős tejfölünk. Ezzel egy olyan jó 5 percet még össze forraljuk, megkóstoljuk, ha elegendőnek találjuk, és megfelelőnek a mennyiségét, az ízét, akkor lezárjuk, és már tálalhatjuk is, és ehetünk.